Kukucs, sziasztok! Na, hoztam nektek most egy olyan csomagot, ami színszélyes, csak közben itt az előző videó romjait próbálom eltakarítani. Itt vagyok, itt a dobozom, egy ilyen nagy doboz érkezett. Hát nyilván nem csak a doboz nagy, hanem a termékek is benne. Jaj, megint leárazás volt, aztán küldözgeti nekem itt az alkalmazás ezeket az értesítéseket, engem meg elkap a gépszín, meglátok egy-két jó dolgot, aztán így járok. Au. Az igazi színszében még nem voltam, olyan igaziban gondoltam, hogy így élőben bemenni egy normál boltba, nem voltam még, pedig nyílt Miskolcon is, nem is tudom mikor, valamikor a tavaszon, de nem voltam még. Nem is igazán tervezem. Amúgy, mert ez nekem is sokkal jobb. Időhatékonyabb is. Na nézzük. Húha. Na. Már annyi nadrágot vettem a gyereknek mostanság. 8-9 nadrágot, de lehet, hogy már 10-en felül is van. Viszont azt tapasztalom, hogy még elkélne. Mert így, amikor váltogatjuk a nadrágokat, akkor van köztük egy-két olyan, ami már most egy kicsit vékony. Én inkább a vastagabbat adom most már rá, azért csak 3 fok meg ilyenek vannak reggelente. Nem egy annyira nagy hőség van már most, úgyhogy ezek meg ilyen jó kis vastag anyagúak, és úgy gondoltam, hogy akkor veszek még egy-két nadrágot, ami jelen esetben ez 5 darab, de annyira jó áron volt, majd ki fogom nektek ide írni valahova. Olyan jó áron volt, hogy azt mondtam, hogy ez ennyire ajándék. Úgyhogy itt van az 5 darab nadrág. Ezek 158-asak, igen. 158-asak. És egy kicsit ez a vastagabb stílus, amúgy annyira nem is vastag, pedig azt hittem, hogy ez a vastagabb fazon. Ott a képeken legalábbis van egy sötétkék, 2 sötétkék, egy ilyen melírozott szürke. És milyen tök aranyos, nézzétek, már végig ilyen éle van, mint az a vasaltnadrágnak. És ez is olyan, ez egy ilyen, hát ilyen katonai zöld mondjuk, meg van még egy fekete hátul. Nagyon jó áron volt, én azt mondom, hogy ennyit nagyon-nagyon megér. Úgyhogy vettem neki. Ez mi? Ez egy póló. Nem. Pizsama. Ez majd nyárára. Neki. Rövid pizsama. Mert amiket hordott pizsamákat, egy jó már rá csak, ami idén nyáron használt. Hát ez nem valami nagy. Ez 158, ez. Hát nem valami nagy amúgy. Let's play. Egy nagyon kis vékony anyag amúgy, teljesen átlátszó, látjátok? Szerintem látszik. Aha, teljesen átlátszó, szinte. Hát, ez nincs 158 szerintem. Vagy ha igen, akkor nagyon kis rövid fazon. Csak hát most alvásnál is tudjátok, hát most tekeredik a gyerek jobbra-balra, rögtön kint van a háta, dereka nem. Szerintem ez nem jó méret. De amúgy szép, majd felpróbáljuk, azt lehet visszaküldöm. Ajaj. Igen, ez az enyém. Meg ez is az enyém. Ez szintén Krisztián. Ez egy nadrág. Nem, kulcsi. Terepszínű kulcsi. Azokat szeretem, amik ilyen bebújósak. És hát ez nem valami vastag amúgy. Ez egy ilyen pulcsi, 158, mérete az tökéletes. Nagyon szép egyébként, tök jó mintája van, nagyon jó ez. Nem az a gagyi terepszínű, itt van egy ilyen kis betét benne a alkarjánál. Kapucni is. És mutatom a belsejét, hogy milyen ez a típusú anyag. Úgyhogy ilyen. Ezeknek is már amennyi pulóverje van,
mikor viseli, ugye látom, hogy némelyiknek már kezd így a csúszni fölfele az ujja, mondom, a fiam. Jó, ez még mind két nadrág. Ezek is 158-osok, ez se valami vastag amúgy. Ugyanaz az anyag, mint az előzőekben mutatott, semmit nem láttok belőle, talán a világosabbnál. Aha. Ez a fajta anyag egyáltalán nem vastag amúgy. Egy ilyen nagyon cuki, sárga oldal, csíkos, és ugyanaz tök egyszerű feketében. Semmi extra, 158-osak. Hátul van egy farzseb, úgy látom itt a... Ez a feketén van. Aha, van a sárgán is. Ott van egy kis farzseb. Jó? Akkor rendeltem egy ilyet, és ugye ez nagyon jó lesz, úgy látom most. Már most látom, hogy ez a jó fajta. Izgultam, hogy de nem egy nagyon puha, meg hajlékony, meg mit tudom én milyen anyag. Ez egy gépkocsiba való autóba, ó, gépkocsi, miket beszélek. Tehát egy autóba való rendszerező, amit így össze lehet csukni, és szét lehet nyitni, és ilyen vagány. És vannak benne ezek a merevítők, amiket szépen le lehet hajtani, és ilyen szuper tároló lesz belőle. Nagyon jó, és nagyon örülök neki. Ennek nagyon örülök. Szuper. Na hát, reméltem, hogy ilyen lesz, és ilyen. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, ha van még. Ez nagyon jó. Meg is mutatom majd apának. Mit szermányoltam. Jó, és akkor még... Ez mi? Ja, igen. Vettem Halloweenre egy ilyen kis gyertyát. Kihúzzuk a biztosító bigyót belőle, és akkor hát most semmit nem fogtok látni, de ilyen kis pislákkolós fény van benne. Hiába mutatom, verőfényes napsütésbe, semmit nem láttok belőle. Ettől unboxing az unboxing. Ettől realisztikus, hogy csörgök, zörgök, börgök, és van benne két pizsama. Le kell selejtezni a pizsamáimat, mert már némelyik már úgy néz ki, hogy már, mondtam, én ezt fel se veszem többször. Már ilyen ki van nyúlva, kifakulva. És ezek nagyon jó áron voltak ezek a pizsamák. XXL-eset vettem amúgy belőlem, a pizsamából eleve kell a lezserebb. Meg az inszély, azt tudjuk, hogy az nem mindig ugyanaz a méret, ami jó lesz, hál' Istennek. Ilyen a teteje, tök egyszerű fehér póló, egy perfectly imperfect felirat, és ajaj, nem nagy ez. Ez pedig az alja. Majd fel fogom próbálni, aztán kiderül, hogy milyen. Mik ezek, pillangók? Aha, igen, pillangók. Ez egy kicsit elbizonytalanított itt ez a jó szág, de már most látom, hogy az is az. Na, ilyen a pizsama, az egyik. A másik pedig az nagyon-nagyon tetszik. Annyira szép szerintem, olyan igényes mintázata. Majd mindjárt megmutatom. Nagyon jó az anyaga a pólónak. Ilyen kis őszi motívum van rajta. Kis egyszerű póló egyébként, de tök szép. És akkor ilyen nagyon szép az alja. Nekem ez nagyon tetszik. Annyira, szerintem olyannyira jó stílusos, annyira szép ezekkel a falevelekkel. An igazi őszi. Szerintem nagyon-nagyon kis kedves. Ez XL-es egyébként. És teljesen jó az XL-es méret is. Lehet, hogy pillangós nagy lesz, majd felpróbálom. Ha nagyon nagy, akkor majd meglátom. De szerintem ez meg ilyen hímzett ám. Mint egy nagyon kis cuki. Na, hát ennyi. Kiürült a doboz. Kiürült a dobozom. Ennyi. Ennyit vásároltam a SimSave-ből, megpróbáltam minél rövidebbre ezt a videót, mert
sietek is egyébként, meg hogy ne is legyen olyan hosszú nektek sem végignézni a lényeget, azért megmutattam. Köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, várom a kommenteket, nyugodtan írjátok meg a véleményeteket a termékekkel kapcsolatban, vagy bármi észrevétel van, aztán legközelebb találkozunk. Sziasztok!